Én Halász Áron vagyok, a Magyar Kerékpáros Klub elnök helyettese, és nagyon örülök, hogy itt lehetek ezen a konferencián, így virtuálisan is. A mostani előadásomban azt fogom összefoglalni, hogy milyen eszközöket szoktunk ajánlani a Kerékpáros Klub részéről cégeknek, hogy a kerékpáros munkába járás segítség, és milyen magyar céges példákkal találkoztunk az idei Bringáz a munkába workshopjainkon, ahol 7 magyar város példáit dolgoztuk föl. Hát elsősorban érdemes azt megnézni, hogy milyen előnyei vannak a kerékpáros közlekedésnek. Nagyon sokat fel tudunk sorolni, az egyéni előnyök, a társadalmi előnyök és a céges előnyök azok eléggé összekapcsolódnak. Egyéni szempontból nyilvánvalóan mindenki tudja, hogy a kerékpár egy olcsó, gyors közlekedési eszköz, amire nem kell várnunk, nem kell vele parkolóhelyet keresnünk. Biztosít egy olyan egészséges testmozgást, amit egyébként ajánlani is szoktak, hogy egy napi 20 percet mindenképpen mozogjunk, és azzal már a szív- és érrendszeri problémákat például lehet csökkenteni, azok esélyét. Nem okozza, ideális esetben inkább levezeti a stresszt, és elérhetővé teszi azokat a városi szolgáltatásokat, amiket esetleg gyalog már nem tudnánk megközelíteni, vagy autó birtoklással, hogyha nem áll rendelkezésünkre, akkor az kerékpárral is elérhetjük azokat a szolgáltatásokat, amiket egy város nyújtani tud. És nyilvánvalóan a költség, ezek a társadalmi előnyök, ezek megjelennek a költséghatékonyságban, tehát hogy nagyon olcsón lehet fejleszteni olyan közlekedési módot, ami aztán sok embernek teszi lehetővé, hogy közlekedjen, környezetbarátan közlekedjen, tehát az azzal járó, környezetszennyezéssel járó költségeket is csökkenthetjük. Tisztább levegő, kisebb zaj, biztonságosabb, barátságos környezet van, hiszen ugye kisebb a tömeg, kisebb a sebesség, a balesetek kimenetele is akár csökkenhet. És nem beszélve arról, hogy kis helyen elfér a kerékpár, tehát a parkoló építések is sokkal könnyebbé válnak, egy autó helyén 6-7 biciklit is el tudunk kényelmesen tárolni. A helyi gazdaság segítését különféle kutatások is bizonyítják, aki kerékpárral jár, gyakrabban megy vásárolni, az egészségügyi hatásokat pedig társadalmi szinten nyert életévekre tudjuk lefordítani. Amit én pedig mondtam személyes példaként, hogy elérhetőek a városi szolgáltatások, ez társadalmi mobilitásra, tehát akár ilyen szociológiai keretben is értelmezhető. És hogyan hatnak ezek az előnyök a cégekre? Hát nagyon sok cég azt szokta felsorolni, hogy a munkatársak pontosan érkeznek, könnyen le tudnak parkolni, kevesebb beteg szabadságot vesznek ki pontosan az egészségügyi hatások miatt, és még arról is sok kutatás beszámol, hogy stresszmentesebbek azok a közösségek, ahol valamit mozogtak az emberek, és ugye ez a 20 perces munkába kerékpározás is lehetséges. Nagyobb produktivitással tudnak dolgozni az egészségesebb és stresszmentesebb dolgozók, és a munkahelyi vagy munkavállalói elégedettségük is sokszor magasabb ennél. Cégeknél pedig nagyon fontos szempont szokott lenni a társadalmi felelősségvállalás, ami a környezetbarát közlekedés segítésében gyakran megjelenik. És hogy néz ki ez Magyarországon egyébként? Hányan kerékpározunk? Nagyon sokan nem tudják, hogy Magyarország Európa harmadik legkerékpárosabb országa. A Kerékpáros Klub 2 évente végez reprezentatív közleménykutatásokat, és tavaly csináltuk a legutóbbit. Ebből az jött ki, hogy 71%-a a lakosságnak valamilyen gyakorisággal szokott kerékpározni. Ez nyilvánvalóan nem mindennapos kerékpározás jelent, de legalább havonta mondjuk kitekernek valahová. Budapesten ez 57%, és nagyon érdekes, hogy az utóbbi 3 évben ez megugrott 51-ről 57-re, 2020-ra, és 15%-a a magyar felnőtt lakosságnak az, aki napi rendszerességgel kerékpározik. Tehát ez az elsődleges közlekedési eszköze. Nagyon érdekes adat még, és szerintem egy óriási lehetőségen ül Magyarország azzal, hogy a lakosság 75%-ának elérhető az, hogy kerékpározzon. És mit értek ez alatt? Felnőttek 63%-ának van kerékpárja, és van még további 12%, akik pedig kölcsön tudnak érni, közbringával tudnak járni, fel tudnak hozni a telekről mondjuk. És egyre nagyobb az igény a kerékpárokra. Szerintem a hírekből mindenki hallotta már, hogy ellátási problémák vannak, nagyon lassan lehet új kerékpárhoz jutni, vagy akár eszközökhöz. És mint mondtam, ez egy nagyon nagy lehetőség. Ha fejlesztjük a kerékpáros infrastruktúrát, vagy a kerékpározásra ösztönző környezetet alakítunk ki, akkor a meglévő kerékpárszám, az, hogy szoktunk valamilyen gyakorisággal kerékpározni, és az, hogy alapvetően nyitottak az emberek a kerékpározásra, óriási lehetőséget jelentenek abban, hogy egy élhetőbb környezetet alakítsunk ki, és a bringázható Magyarországra egy egészségesebb, élhetőbb Magyarországot
teremtsünk. Hogyha megnézzük itt a kerékpározásról, kerékpározás elutasítottsága nagyon alacsony, még Budapesten sem ér el a 30%-ot, megyeszékhelyeknél pedig 34% nagyon valószínű, hogy kerékpározna. A halvány zölddel jelöltük azt az óriási tömeget még, akik jelenlegi élethelyzetükben még nem nagyon kerékpároznának, de lehet, hogyha mondjuk a gyereket nem kell messzire vinni, és abban most az autó az iskolába járásban a legkényelmesebb például, akkor lehet, hogy kerékpárral járnának. Vagy lehet, hogy kerek kis noszogatás, mert ugye nagyon sok gát a kerékpározásra, szóval nem az infrastruktúrából fakad, hanem például olyan tévhitekből, amikből elég sok van az emberek fejében, és egy-egy ilyen népszerűsítő, szemléletformáló program, hogyha kiegészíti az infrastruktúra fejlesztést, akkor le tudja bontani azokat a tévhiteket, amik a kerékpározással szemben élnek. Például az, hogy kerékpár az egy sport, a kerékpár az veszélyes, a kerékpárral nem lehet munkába járni, nem lehet megjelenni. Ezeken lehet dolgozni szerintem, és nagyon sok ember tudunk így is kerékpárra biztatni. A szegedi workshopunkon az Evosoft képviselőjétől hangzott el ez a mondat, hogy csak belevágni nehéz, mert ismeretlen terepnek tűnik, mert a kerékpározás, a munkával kerékpározás. Ha túl vagyunk rajta, jönnek a pozitív visszajelzések. És mi vagyunk túl? Mit tehet egy vállalat azért, hogy kerékpárral járjanak a munkavállalói? Hát az egyik az nagyon fontos, hogy beszéljenek róla. A szemléletformáló, népszerűsítő tevékenységeknek nagyon sok lehetősége van. Itt le lehet bontani például azokat a tévhiteket a kerékpározással szemben, amiket én az előbb említettem. Nagyon sok helyen szerveznek eseményeket, részt vesznek meglévő eseményeken. Ilyen szokott lenni például a Bringás reggeli, amit a Magyar Kerékpáros Klub szervez, a területi szervezetei vagy partnerei, önkormányzatok, cégek, vendéglátóhelyek bevonásával. A kerékpár túrák szervezése is elég elterjedt. Budapesten a nagy bringás felvonás, az iBike Budapest egy olyan program, amire sokan jönnek el, és ott próbálják ki, hogy milyen a város kerékpáron. Ezt vidéki városokban is több helyen szerveznek ilyen felvonulásokat, ha nem, akkor érdemes elkezdeni. De van, ahol a sportnapok, a sportprogramok, az ilyen kihívások azok, amik megmozgatják a munkavállalókat. És nagyon fontos a céges példamutatás. Majd fogok mutatni olyan céget is, ahol lehet az ügyvezetővel kerékpározni például. Tehát ne csak mondjuk, hanem mutassuk is meg, hogy hitelesek legyünk. Hát érdemes megkönnyíteni a kerékpáros munkába járást. Ezt érdemes elkezdeni egy olyan felméréssel, ahol megnézzük, hogy milyen szokások vannak most, milyen igények lennének, milyen akadályok vannak esetleg a dolgozók részéről. Alapvető fontosságú talán a kerékpártároló kialakítása, a jó minőségű, jó típusú kerékpártároló kialakítása. Ideális esetben ez egy fedett és őrzött, vagy legalábbis bekamerázott kerékpártároló. A kerékpáros klubnak van egy műszaki ajánlása, aminek a felhasználásával jó minőségű kerékpártárolókat tudunk választani. Elkerülhetjük azt, hogy ne használják utána az emberek, mert esetleg nem megfelelőt vásároltunk. Sok helyen vannak céges kerékpárok, egyre elterjedtebb leasing szolgáltatások is elérhetőek, és nagyon sok helyen tartanak oktatásokat, céges oktatásokat. Ez lehet például a bebiciklizés program, amit az oktatóink szoktak tartani. Egyébként a felvezetőben említett Árva János pont egy ilyen kerékpáros oktatással foglalkozik, és tartja a bebicikliziseket is. Van a kerékpárosoknak egy kis okos nevű kiadvány, aminek a terjesztésében részt lehet venni, ez elérhető az interneten is, de ki lehet nyomtatni. A nagyon hasznos információk, tippek, tanácsok vannak benne. Nagyon hasznos tud lenni az útvonaltervezés. Tehát a szokás felmérés, egy igényfelmérésből kiderülhet, hogy honnan járnak a dolgozók például. Adhatunk nekik személyre szabott, de akár csoportosan tanácsokat is, és szervezhetünk közös biciklizéseket, tekerjünk ki az ipari parkba, mondjuk a belvárosból. És nyilvánvalóan, ha nincsenek meg az infrastruktúrális feltételek, vagy úgy érezzük, hogy nincsenek meg, akkor érdemes érdeket érvényesíteni, felmutatni az igényt, hogy szükség lenne erre. Az önkormányzatok megkeresésében a Magyar Kerékpáros Klub szakemberei is tudnak segítséget nyújtani, és nagyon sok olyan város van, például a Szeged is, akikről szerintem példát lehet venni ilyen szempontból. És most akkor mutatnék pár példát, hogy ebből majd kiderül, hogy milyen fő megoldásokat alkalmaznak nagyobb vállalatok, akik már segítik a kerékpáros munkába járást. Budapesten például a Decathlon szerepelt a workshopjainkon, akik vásárlóknak és dolgozóknak is alakítanak ki kerékpártárolókat. A vásárlóknak is elérhető szerelőállvány több helyen, hogy mondjuk van egy defektjük, vagy be kell állítani egy féket, akkor ezt meg tudják csinálni.
A dolgozóknak ugye a Decathlon szervizei megszerelik a kerékpárjukat is, hogyha igény van erre, és tervezik egyébként öltözők, zuhanyzók és különféle juttatások bevezetését is. Az öltöző zuhanyzóra ki szeretnék térni csak egy fél mondatig. Nagyon sok helyen ezt szokták a fő feltételnek tekinteni a kerékpáros munkába járásnál. Nyilvánvalóan nagyon sok embernek igénye lehet rá, akik mondjuk messzebbről jönnek, vagy mondjuk úgy kerékpároznak, hanem gyorsan kerékpároznak, nagy távolságot tesznek meg, de mérések szerint, és ez esetleg egy igényfelmérésből is kiderülhet, a munkavállalók többsége a munkába nem tesz meg sokkal többet 3-5 kilométernél. Mondom, ez egy nagy átlag, de ezt érdemes megnézni, és ne legyünk akkor szomorúak, hogyha nem tudunk rögtön öltöző zuhanyzót kialakítani. Nagyon sok helyen a kerékpártároló már megoldja, és a kerékpár választás is egyébként befolyásolni tudja azt, hogy milyen komfortérzettel érkezünk meg. Kitérő vége. Az SAP nevű cég eléggé példamutató Budapesten, kerékpártárolóik mellett van egy már elektromos biciklikkel is rendelkező kerékpárflottájuk. Ők is szerelőállványt tettek ki a dolgozóiknak. Van olyan egy hónapos kampányuk, amiben díjakat osztanak ki, és több mint 100-an vettek részt legutóbb. Versenyzést támogatják, tehát hogyha valaki sportkerékpározó versenyeken szeretne részt venni, akkor mondjuk a nevezési díjat kifizetik. Oktatást tartanak, tesztnapokat tartanak, náluk van a Tekerje az ügyvezetővel program, és a már említett öltöző zuhanyzó szárító is rendelkezésre áll. Egyébként nagyon jó választás, hogy ilyen városi kerékpárokat választottak a kerékpárflottához, ezek a legkényelmesebben használhatóak. A Servier nevű gyógyszercég, ők most nemrég csatlakoztak a kerékpározáshoz, és egy Tour de Paris nevű programot szerveztek, ahol nem csak biciklizve, futva és gyalog is részt lehetett venni, az volt a lényeg, hogy virtuálisan jussunk el Párizsba. Ezen a dolgozók 98%-a részt vett. Szerintem ez egy elég jó arány, nagyjából 170 főről beszélünk, és itt díjakat osztottak ki. Szegeden a Bringáza munkába workshopjainkon az Evosoft volt a leginkább példamutató cég, akik fedett kerékpártárolóval, 20 darab céges kerékpárral és elektromos rollerekkel segítenek a dolgozóiknak, szervizállomást üzemeltetnek, cserealkatrészeket biztosítanak, és részt vesznek a Bringáza munkába kampányban is, amikor éppen regisztrációs kampányt hirdetünk meg. És az ő előadásukból derült ki az, hogy 40%-a a munkavállalóiknak kerékpárral jár. A tapasztalataikat pedig, és ez nagyon fontos szerintem, hogyha vannak már tapasztalataink, osszuk meg, vagy építsük be más telephelyeinkre is, ők Miskolcon és Budapesten is fogják ezeket valószínűleg alkalmazni. A dolgozók között végeztek egy felmérést is, és abból kiderült, hogy ők vásárlási, kerékpárvásárlási támogatásnak örülnének legjobban. A legnagyobb kérdésük pedig a kerékpár flottánál a bicikli típus kiválasztása volt. De hát látjuk, hogy ők is a klasszikus városi kerékpárt választották, ami sárvédő van az esős napokra, csomagtartó van, hogyha táskát akarunk vinni, és bármilyen ruhában fel tudunk ülni a biciklire, hiszen nem fog kilógni mondjuk a derekunk télen, nem kell nagyon előre hajolni. Szerintem ezek kulcsfontosságú kérdések. Miskolci workshopunkon a Színva Park nevű bevásárlóközpont mutatkozott be, akik a város legnagyobb kerékpártárolóját üzemeltetik, náluk is van szerelőállvány, és ők a Kerékpáros Miskolc Egyesület szakmai eseményeinek is adtak helyet, ami szerintem nagyon fontos, hogy részt vesznek abban, hogy itt a szemletformálás is megtörténjen. A Könyves Kálmán iskolában a részben a gyerekek, részben a tanárok a bevonásával is zajlottak programok, közös tekerések, oktatások, rajzversenyek, kerékpártárolót építettek, és a tanárok is példát mutattak. Székesfehérváron többféle példát hoztam. Ott van egy Denso nevű cég az ipari parkban, akiknek nagyon fontos volt, hogy kilobbizzanak 2 kilométer új kerékpárutat a telephelyükhöz. Ebben a területi szervezetünk is segített nekik, és miután a kerékpárúton nyilvánvalóan, hiszen meglett a kerékpárút, megnőtt a kerékpáros forgalom, a kiegészítő fejlesztéseket is kellett aztán létrehozni, tükröket szereltek föl, például kisebb javításokat végeztek el. Ők egy 100 állásos fedett, bekamerázott kerékpártárolót üzemeltetnek, és rendszeresen népszerűsítik a Bringáza munkába kampányt. Ugyanis Székesfehérváron az autóipari beszállító cég, a Harman Becker, ők idén csatlakoztak a kerékpározáshoz. Érdekes, hogy itt sincsenek ugye autós és biciklis különbségek, hiszen a munkába akarunk járni mindannyian, és ezt kézenfekvő környezetbarát módon ők is megtehetik. A kerékpár a munkába kihívásuk 20 nap munkába tekerést kért a dolgozóktól,
és itt a minden résztvevő valamilyen ajándékot kapott, a top 3 nyeremény pedig 25, 50 és 100 ezer forint értékű sportvásárlási utalványt jelentett. 64-en vettek részt a cégből, és nagyon egyszerűen a Strava alkalmazás van, építettek fel egy közösséget ehhez. A Videoton céget gondolom mindenki ismeri, azt nem tudtuk még mi sem, hogy van fedett kerékpártárolójuk és öltözőjük, és azt, hogy ők a bringázó munkában a kampányban, akkor kilométergyűjtés történik, az országos második helyen vannak. Versenyeket szerveznek, Balaton és Velencei tó kerüléseket szerveznek biciklivel a dolgozóiknak. És Székesfehérvár városgondnoksága is szintén nem csak ugye például a kerékpártárolókat építi a városban, de hogy a dolgozóiknak is ezt elérhetővé teszi, és kedvezményes vásárlást, illetve szervizelést biztosít egy helyi kerékpárüzletben, szintén támogatják a dolgozók versenyzését. Kecskemétre ugrunk át. A VT Veres nevű cég volt az egyik kiemelt partner itt, akik a szokásos kerékpártároló, szervizelés, bringázó munkával kampány részvétele mellett egy új elemet hoznak be a listánkba. Ők egy Szép Kihívás nevű túrát, egy kerékpár túrának a főtámogatói fődíjat adnak, és ezen a Szép Kihívás túrán egyébként több százan vesznek részt minden alkalommal. Idén zajlott egy Hotel Hero nevű CSR kampány, amiben 30 szálloda vett részt, és 17.756 kilométert tekertek le a dolgozóik. Kecskeméten volt az egyik kiemelt résztvevő szálloda, akik több mint 1000 kilométert tekertek le a dolgozóik, ez a Sheraton helyi szállodája. És Kecskeméten is egyébként nemrég indult el például, hogy egy éterbár kerékpáros ételszállítást biztosítson, ez nagyvárosokban azt hiszem, hogy már elég elterjedt, de látható, hogy kisebb megyeszékhelyeken is megvalósítható és érdemes. Debrecen az utolsó város, ahol az idei bringázó munkában workshopokat megtartottuk, és ott a helyi városfejlesztési projektmenedzsment cég mutatta meg a jó példát, akik szintén zárt kerékpártárolóval, öltözővel, zuhanyzóval, céges kerékpárral, kampányrészvétellel veszik rá dolgozóikat a kerékpározásra, és ők egyébként már megnyerték a Kerékpáros Barát munkahely díjat is, pontosan például ezek miatt. És azt hiszem, hogy ezek a példák megmutatják, hogy a kerékpározás az a munkában, a közlekedésben is egy nagyon jó opció. Hogyha Szegedet nézzük pontosan, akkor itt a Bike Citizen alkalmazás adataiból leszűrhető az, hogyha a most éppen egyébként példamutató átalakítás alatt lévő belvárosi hídfő környékéről elindulunk egy 15 perces, kiegyensúlyozott tempójú biciklizésre egy egyszerű városi kerékpárral, akkor gyakorlatilag a város legnagyobb területét bejárhatjuk. Még Szőregre is eljuthatunk, a túl végébe már nem, de azt hiszem, hogy lefedhetjük Szegedet is egy ideális esetben. Összefoglalva, hogy milyen ajánlott eszközök vannak. Tehát a kerékpár tároláshoz például nem mindegy, hogy milyen biciklitárolót vesz egy cég, hogy ez jól használható legyen, fel tudom ajánlani a kerékpárosklub.hu per parkolás oldalra letölthető műszaki ajánlásunkat, ami leírja azt, hogy milyen biciklitárolókat érdemes venni. A kerékpáros kisokos egy ingyenes kiadvány, de interneten is elérhető, ebben minden benne van, kerékpárvásárlástól kezdve kresszen át, nem szabályokban nem befoglalt hasznos tanácsokig. A bebiciklizés programjainkat tudom ajánlani, ahol 10-15 embert lehet elvinni egyszerre, megmutatni egy forgalmi szituációkat nekik. A bringázó munkában a kampányban minden cég részt tud venni, és ezt a saját CSR-jában is felhasználhatja, ugyanígy a bringás reggeli egy nagyon népszerű esemény szokott lenni. És jövőre egyébként adómentessé válik a céges kerékpárok vásárlása, valószínűleg bevezetik az elektromos, rásegítéses teherkerékpárok flotta vásárlási támogatását is, tehát hogyha valamelyik cégnek szállítania kell dolgokat, akkor ez nagyon hasznos lehet benne, és már egyébként a kerékpáros klub és a kerékpáros kerékpáripari és kereskedelmi szövetség javaslatára az elektromos kerékpár vásárlást is támogatja az állam. Összefoglalva a őszi bringás reggelinkről hoztam egy idézetet, lehet, hogy most még nehéz, de 10 év múlva akkor lesz jó közlekedni a városban, ha mindenki beleteszi, amit tud. Azt hiszem, hogy a cégek is bele tudják tenni a lehetőségeikhez mérten a kerékpározásban, amit tudnak, és ezzel mindenki számára egy élhetőbb várost, egy egészségesebb Magyarországot tudnak megteremteni. Ezek voltak idei tapasztalataink, és bármilyen további kérdés, tanács, megjegyzés ügyében elérhetőek vagyunk, és köszönöm szépen a figyelmet.